Hát a Hamupipőkének csináltunk egy, tulajdonképpen egy vadonatúj musical jellegű előadását. Az előadás egyébként klasszikus díszletek között, klasszikus jelmezekkel játszuk, de alapvetően musical betétek, musical jellegű dalbetétekkel. És ezzel készültünk most egy vadonatúj szerepoztással, és nagyon jó közönségnek játszottunk, és őrülten sikerült. Mennyire más nekik játszani? Jaj, hát nagyon szeretünk nekik játszani. A most 20 éves egyébként a színház, amióta mi ezt megalapítottuk és járunk vele az országba. A 20 év alatt szinte mindig voltunk itt. Az elmúlt 20 évben is imádjuk a gyerekeket, mert a gyerekek annyira, ha jó az előadás, akkor a gyerekek nagyon-nagyon jól veszik és nagyon reagálnak minden pillanatban. Az előadás minden pillanatára. Közelebb mikor találkozhatunk veletek, Gyulán? Április 21-én fogjuk hozni a Botrány az operában című előadást, ami egy amerikai vígjáték, de az a lényeg, hogy Botrány az operában ezt senkit ne tévesszem meg, mert ez a botrány, ez nagyon vicces botrány lesz, ugyanis az Otello című előadást játsszák az operában, aki a Csengeri Attila elvileg, de hát most nem énekli el, viszont délután folyamán elalszik véletlenül, és helyette Beleznagy Endre, aki a színház titkára, be kell ugrania a darabba Otellónak. Na most bemaszkolja magát, ugye Otelló szerecsen, bemaszkolja magát szerecsennek, és elkezdi játszani az előadást. Majd közben Csengeri Attila is felébred, és ő is bemaszkolja magát a pótruhájával, és egyszerre két Otello van az előadáson, és innen elszabadul a pokol és a viccek tömkelege, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek.